Kérdezz felelek rovatunk legújabb adásában Besser Borbála és Gerhard Kincső lesznek a vendégeink. Mindketten 5-5 témakör mentén mesélnek életükről. A kezdés jogát ezúttal is kőpapír ollójátékkal döntöttük el, mivel a Besser féle olló elvágta Kincső papírját, így Bori döntése értelmében csapattársa kezdi a válaszadások során. 2 éve jöttem ide az érettségi után, úgyhogy most már ez a második szezonom. Hát először is nagyon örültem, hogy ide tudtam jönni, mert azt gondoltam, hogy ez egy jó váltás lesz után, és sokat játszottak, ami végül is így a második évben be is igazolódott, és annak ellenére azt gondolom, hogy még csak ifista vagy hát fiatal felnőtt vagyok, de remélem, hogy majd a jövőben is sokat tehetek ehhez hozzá. Netflix-et vagy sorozatokat, ilyeneket nézek inkább. Hát este szoktam leginkább nézni, napközben kevésbé. A telefonom pedig igazából mindenfélét, Instagramozok, Facebookozok, ilyesmi. Nagyon sokat nézünk meccset a tévében, így a családdal leginkább, de tényleg szinte mindent, ha ilyen BL meccs van, vagy akár ha NB1-es meccset közvetít a tévé, azt is nézzük. Illetve most itt egy zárt kapusok a meccsek, ha valami online, valamelyik oldalon lehet nézni, akkor azokat is szoktuk nézni. Az apa volt a Gepi, a tesóm a kis Gepi, meg már a kis-kis-kis Gepi, vagy Gepike. De például a Berni mindig Gepinek hívja, és a nevemet sem tudja, szóval néha, ha mondják, hogy a Kincső ezt meg azt csinált, akkor közül ki, miről beszélhetünk Gepi, szóval nálunk azért itt is van, aki így hív, de mindenféleképpen ez egy ilyen hagyomány, amit így, hogy hát örökölt név, ami egyfelől jó, meg így emlékeztet, hogy honnan is jövök. Nagyon érdekes kérdés, de ifiben jobban szeretek irányító lenni talán. Felnőttben viszont lehet, hogy inkább azt mondanám, hogy az átlövőt így már eléggé összefolyt ez a két poszt szerintem így a mai modern kézilabdában. De igazából, hát mindkettőt szeretem. Igazából, de talán, hogyha válaszolom kéne, akkor lehet, hogy így azt mondanám inkább most, hogy így a bal átlövő. Inkább szerintem azt szereti, ha a pályán van. És játszott. Igen. Nem egyet érteni. Egyébként ez valamennyire így passzol hozzám, mert egy kiskorom óta így eléggé szeretem irányítani az embereket. Úgyhogy igazából így rülik hozzám. Egyfajta neveltetés is, hogy több lábon álljunk meg, de azt gondolom, hogy nekem leginkább azért jó ez, mert amikor mondjuk a kézilabdasok, akkor ott az egyetem, hogy kikapcsolódjak, szóval felszabadultam tudok, akármennyire is sokan nem szeretnek tanulni engem, feltöltök, hogy mondjuk beülhetek matekra, és megcsináltok egy könnyű feladatot, ami megy, de nyilván valószínűleg ez is genetika, mert a családban mindenki pénzügyel, meg gazdasági téren foglalkozik, úgyhogy ez valószínűleg az erejében van. Úgyhogy itt is a kórbuszba járok, és hát amikor van időm, akkor foglalkozok vele. Rendes nappali tagozatos gazdálkodási és menedzsmentbe járok. Úgyhogy most már ez a második év, és remélem hamar elhízem, és akkor lesz egy diplomám is, de hát ez még hosszú az utadáig. Van 3 nővérem, igazából 2 is kézilabdáztak, vagy hát igazából ők kezdték el először, és tőlük, vagy náluk láttam ezt a sportágat, és ott tetszett meg igazából. Most már mindhárman inkább Pestán vannak nagyrészt, ott járnak egyetemre, illetve dolgoznak, és azt gondolom, hogy amúgy ez így jót tett kicsit a kapcsolatunknak. Nagyon szeretem, amikor itt vannak, és én is várom mindig, hogy jöjjenek haza, de azt gondolom, hogy azóta vagyunk ilyen nagyon-nagyon jó testvérek, de mindenben kiskorunk óta egyébként számíthatunk egymásra, és mindent megbeszélünk egymással, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó a viszonyunk. Húha! Hát azt gondolom, hogy ez külső megítélőként amúgy könnyebb lenne megválaszolni. Sportban kizárnám az, hogy van önbizalmam és bízok magamban, szóval ezeket nem sorolnám ide, bár ezeken is dolgozunk az edzőkkel, hogy hogyan tudnánk építeni. De talán amivel a legtöbben fordulnak hozzám az az, hogy tanácsot kérjenek valamilyen életszituációban, szóval leginkább az ilyen döntéshelyzetekben
az észszerű vagy a legjobb meghozatal, nem tudom, hogy ez tulajdonságnak mondható-e. Amit én a legjobban becsülök benne az, hogy az iskolát így tudja csinálni a kézilabda mellett, és tényleg nagyon, nagyon becsületes amúgy így mindenbe, meg ha azt is veszem, hogy két edzés mellett még eljár a hajnékhoz pluszba dolgozni, hogy a legjobb legyen, úgyhogy én talán így ezt mondanám. Akkor legyen ez. Én ennek örülök. Nagyon szeretek zenét hallgatni, tehát így ezt mondanám. Meccsek előtt is mindig, ha idegenben van, akkor a buszúton. Ha itthon van a meccs, akkor is otthon meccs előtt szeretek zenét hallgatni. De még az egyik nővéremtől kaptam egy ilyen stresszlabdát, amire mindenféle ilyen pozitív, motivációs gondolat és tulajdonságom van írva. És még ezt szoktam meccset használni, ez is sokat segít. Vannak a Borinak ilyen pozitív motivációs kártyai, és most már lassan a fél csapat, vagy már mindenki húz, vagy akkor jaj, és neki ez kell, hogy most akkor megnyugodjon, és valami pozitív gondolata legyen a meccs előtt. Úgyhogy ez mindenféleképpen. Igen, ez a vlogban is volt, igen, ez már egy ilyen rituálé. A rutinosabbak szavait idézve, még 5 év múlva is rajta lesz a tojáshéjra nekünkön, a Borival mind a kettőnkön. Szóval meg 5 év múlva is szemtelenül fiatalok leszünk. De a sportban addig mindenféleképpen egy meghatározó és stabil teljesítményújtó játékos szeretnék lenni. Az, hogy hol, hát ez nyilván majd adja a jövő meg, hogy mi hogyan sikerül. Nem szeretnék még olyan korán egy családot alapítani, szóval még azért a fiatalságomat így a vírus után szeretném kiélni maximálisan. És hát addigra már azért egy vagy két diplomát szeretnék magamnak tudni. Elég sok játékosnak a játékát szeretem, így a női mezőnybe Oftadál talán az, akit így leginkább tudnék mondani, így a posztomhoz is nyilván kapcsolódva, de szintén említhetném Nóra Mörköt, őt is nagyon szeretem, így a játékát, meg a mentalitását is. Olyan nagyon példaképen, vagy kedvenc játékosom nincsen, de így elég sok mindenkinek szeretem a játékát. Kicsőt is, igen. Hát muszáj ezt mondani, már ezt ne vágjálom be. Olyanokat szeretünk, vagy olyanokat tartunk kedvenc játékosnak, akik jó százalékkal és jól játszanak, és a bizonyos krízis helyzetekben ők húzzák ki a csapatot. Úgyhogy inkább ilyen magunknak elképzelt teljesítmény az, akit úgy idealizálunk, szóval hogy azok szeretnénk lenni majd egyszer mind a ketten szerintem.